A Lenti fürdő idén elnyerte a Családbarát díjat. Hogyan lehet elnyerni egy ilyen díjat? Tulajdonképpen van egy cég, amely kidolgozta ennek a szempontrendszerét, és ezt országosan meghirdette, és minden fürdő ezt el tudja nyerni, aki ezt el akarja nyerni, és a feltételeknek megfelel. Tehát van egy szempontrendszer, egy viszonylag szigorú szempontrendszer, ami arról szól, hogy mitől lehet egy fürdő családbarát. Nyilván van attól lehet családbarát elsődlegesen, hogy milyen szolgáltatásai vannak, és azt a család tagjainak tudja nyújtani, korosztálytól függően. És aki ennek megfelel, ennek a minősítésnek, az meg tudja szerezni ezt a minősítést. A Lenti fürdő egészen pontosan mitől családbarát? Hát attól családbarát, hogy azzal, hogy ez az új élményfürdő, amit mögöttünk van, megépült, ezzel tulajdonképpen télen is az egész család számára, minden korosztály számára a családban tudunk szolgáltást nyújtani. Korábban ez inkább nyáron volt ránk jellemző, és télen a fiatalabb korosztálynak nem tudtunk jó szolgáltatásokat nyújtani. Most az élményfürdő megépülésével ez az akadály is elhárult, és most, hogyha ide jönnek hozzánk télen, amikor csak a fedett létesítmény üzemel, akkor is a család minden tagja megtalálja nálunk a számítását. Az élményfürdő is közel egy éve üzemel, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok? Hát a tapasztalatunk alapvetően jók, viszonylag sok vendég látogatta, tehát több tízezerre tehető azoknak a vendégnek a száma, akik egy év alatt az élményfürdőt látogatták. Egy kis keserűség is van bennünk, mert a helyi lakosok közül viszont kevesen látogatják az élményfürdőt, és örülnénk annak, hogyha a helyi lakosok is jobban megismernek, szívesebben kijönnének. A jövőben ezzel kapcsolatban egyébként tervezünk bizonyos akciókat, és bízunk benne, hogy a helyi lakosság is ki fog jönni és megismerni az új élményfürdő szolgáltatásait. Azt gondolom, hogy ha már a fürdőről és az élményfürdőről beszélgetünk, akkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Lentiben tavaly egy szálloda is elkezdett üzemelni, a Hotel Balance. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatotok van eddig? A tapasztalataimat a szállodával kapcsolatosan két részre osztanám. Ugye a 2016-os év volt az induló év, akkor is alapvetően azt gondolom, hogy a szálloda jól működött, de egy induló év az mindig nehéz, és a 2017-es évben azt látjuk, hogy a vendégszám növekedett, a foglaltsági százalék is növekedett, és ami nagy öröm számomra, hogy egyre több külföldi vendég jelent meg a szállodában, főleg ebben a téli időszakban. A nyáron ugye, mint a legtöbb vidéki négycsillagos magyar szállodában sok a magyar vendég, és ősszel minden vidéki szálloda küzd azzal, hogy a magyar vendégek elmaradnak, akkor hogyan lesznek vendégek. És szerencsére mi a Termál Hotel Balance-ban azt meg tudtuk valósítani, hogy ősszel is vannak vendégeink, nem kevés, egyébként 60% feletti foglaltsággal megyünk, és sok a külföldi vendég, ez az autóknak a rendszámán is látszik, hogyha valaki most megnézi, akkor látja, hogy vannak osztrák, cseh, szlovák rendszám autók. Így úgy értékelem, vagy úgy értékeljük itt a munkatársakkal, hogy számítunk arra, hogy ez a 2017-es év is egy jó éve lesz a szállodának. Mi az, amivel próbáljátok majd becsalogatni a lenti embereket az élményfürdőbe és a szállodába? A szállodába ugye, és az élményfürdőbe ez két különböző dolog. Azt gondolnám, hogy a szállodában, hogyha be akarjuk csalogatni a lenti vendégeket, akkor elsődlegesen vélhetően nem szálloda vendégként jelennek meg, de nagyon szívesen látjuk a helyi lakosokat akár szálloda vendégként is. Azt gondolom, hogy a szállodának a vendéglátásában, az éttermében, az L16 étterme vagy a bárjába tudnak bejönni. Ott azt gondolom, hogy a minőség önmagáért beszél, és azok az ételek, az a választék, amit ott kaphatnak, illetve azok önmagában már vonzóak, és érdemes kipróbálni, mert szerintem lenti egyik legjobb étterméről van szó. A élményfürdő az egy más dolog. Itt azt gondolom, hogy talán azzal lehetne a helyi lakosokat becsalogatni, hogyha valamiféle kedvezményt adnánk az élményfürdő belépőre, vagy esetleg tartnánk egy nyílt napot, amikor megpróbálhatnák a vendégek, kipróbálhatnák az élményfürdőt ingyenesen. Tehát valami ilyesmivel gondolkodunk. Ez én azt gondolom, hogy októberben meg is fog lenni, tehát egy ilyen akciót azt a helyi lakosoknak kívánunk szervezni, és hát bízom benne, hogy akkor többen megismerik a lakosok közül, ki tudják próbálni a lentiek, és akkor vissza fognak majd jönni.